Egészen meglepő előszót írt Orbán Viktor magyar miniszterelnök Habsburg Eduard új könyvéhez, amely azt a hét alapelvet dolgozza fel, amelyek a szerző szerint a Habsburgok gondolkodásának, cselekvésének, politikájának és családi életének a gyökerét jelentette. Az előszó már csak azért is meglepő, mert a magyar történelemben hát rendkívül viharos és háborús időszakot köszönhetünk a Habsburg birodalomnak, ám most úgy tűnik egyfajta reneszánszát éli a Habsburg nosztalgia Magyarországon, de nem csak Magyarországon, hanem kifejezetten a magyar politikai elit köreiben is. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál Kulifai Máté, ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani, ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornára, és állítsa be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. A héten jelent meg Habsburg Eduard Magyarország Vatikáni nagykövetének az új könyve, amely a Habsburg út címet Viseli, és hét olyan alapelvet tartalmaz, amely a szerző szerint a Habsburgon gondolkodását, cselekvését, politikáját és családi életét jellemezte. A könyv megjelenését Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója jelentette be a közösségi oldalán, ahogyan azt is, hogy a műhöz nem más, mint a magyar miniszterelnök írt előszót. Mivel az első oldalakon olvasható sorok önmagukban is beszédesek, ezért ezeket most változtatás nélkül felolvasom. A magyar nemzet és a Habsburg ház történelme ezer szállal kötődik egymáshoz. Ez a két sokszor csak ugyan ellentétes elv évszázadokon keresztül alakította egymást. Sőt, a másik nélkül olykor mindkettőt elnyelte volna a történelem. Közös múltunk jóval régebbre nyúlik vissza, mint azt számon szokás tartani. A Habsburg család közel 800 éve megkerülhetetlen európai tényező. Épp századokkal ezelőtti felemelkedésükben pedig a régi magyar királyok is segítették Habsburg várának urait, vagyis, pontosabban, segítettük egymást fegyverrel a csatamezőn és szövetségesként a politikában. Hála első történelmi együttműködésünknek, Jelen kötet írójának távoli őse, Habsburg Rudolf a Szent Római Birodalom királyaként végül megmentette trónját. De mi, magyarok is nyertünk a közös ügygel, akkor helyreállt az egykori magyar királyság szuverenitása, területi egysége. Pár évszázaddal később az Európa leghatalmasabb dinasztiává vált Habsburgok megszerezték a magyar trónt is. Magyarország egy lett a nagy birodalom sok-sok országa körül, ez pedig szükségképpen konfliktusokat szült. A függetlenségéért mindig oly hevesen dobogó magyar szívet nem volt mindig könnyű összebékíteni a birodalmi érdekeket, vasakarattal előre mozdítani igyekvő Habsburgok szándékaival. Formáltuk egymást, és ez néha fájt. Közös történelmünk emlékei még ma is a magyar közbeszéd részei. A függetlenség párti magyarok ma is elődeiknek tekintik az egykori, a Habsburgok ellen síkra szálló szabadságharcosokat. De mára a harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, ahogy József Attila írja. Mi, magyarok függetlenné váltunk, a Habsburgokat pedig nem nyomja többé egy birodalom kormányzásának terhe. Tehát semmi sem tarthat vissza minket attól, hogy tanuljunk egymástól, felismerjük saját vonásaink, saját történelmünk lenyomatát a másikban. Mert ha a módszerekben és a politikai pozícióban volt is közül különbség, a magyarok és a habsburgok mindenkori célja mégiscsak ugyanaz volt, megtalálni, hogyan maradhatunk évszázados távlatokban önmagunk, és miként tehetjük erős, önálló, világpolitikai szereplővé Közép-Európát. Habsburg Eduard könyve megmutatja, hogy mennyi mindenben gondolkodunk ugyanúgy. Valljuk, hogy az ember a családjában találhatja meg a boldogságot. Hisszük, hogy a kereszténység tart meg minket önmagunknak. És tudjuk, hogy Európát integrálni az európai emberek adkarata ellenében lehetetlen vállalkozás. Így már az sem meglepő, hogy egy tőről metszett magyar szabadságharcos a maga nem kevés sebb helyével ír előszót a Habsburgok könyvéhez. Azonos oldalra kerültünk újra, és ismét együtt indulunk csatába, mint 800 évvel ezelőtt. Közös történelmünk folytatásra vár. Hát ezzel ér véget Ormán Viktor miniszterelnök előszava, azt sejtetve, hogy a Habsburg időszak egyfajta folytatást kaphat. Sokan gondolhatják azt, hogy a birodalmi család időszakának végleg leáldozott, ám egyre több sajtócikk foglalkozik azzal, hogy miként aktivizálják magukat a család tagjai, többnyire a háttérben, de sokszor a nyilvánosság előtt is. A Habsburg lotaringiai ház több mint 600 éven uralkodott, 600 éven át uralkodott hatalmas birodalmuk élén, majd 1918-ban az osztrák-magyar monarchia szétesésekor trónfosztották és számüzetésbe küldték őket. Első Károly 1922-ben halt meg a Portugál Madeira szigetén. A család csak azt követően térhetett vissza Ausztriába, hogy lemondtak az uralkodási igényeikről, és ezt Hasburg Otto nagyapja még 1961-ben meg is tette. Az uralkodó családnak tehát most nincsen semmiféle hatalma, se kiváltságai. A család feje most Habsburg Károly, aki intenzíven dolgozott azon, hogy a volt kelet-európai kommunista tömb országai ismét visszatérjenek Európába. Ezt érzik a Habsburg Birodalom egyik fő küldetésének is, hogy a különböző nemzeteket együttműködésre bírják. Jelenleg ezt az együttműködést abban kívánják előre mozdítani, hogy uniós szintű egyetértés legyen az ukrán támogatást illetően. Károly arra készül, hogy a család minden tagja készen álljon, ha esetleg olyan helyzetbe kerülnek, amikor felelősséget kell vállalniuk a társadalmukért. Fia, a trón nélküli trónörökös Habsburg Ferdinánd Zvonimir, utóbbi nevét Horvátország első katolikus királyáról kapta, jelentése körülbelül annyit tesz a békehírnöke. A család egyébként elkötelezetten katolikus hitű, Károlynál mindig van rózsafűzér, a fiatal Ferdinándnak, aki egyébként autóversenyző, szabad bejárása van a Vatikánba, többször is találkozott Már Ferenc pápával, és gyakran képviseli a családot a vatikáni összejöveteleken, ahol díszhelyet is kap. A New York Timesnak adott interjújában Ferdinánd elmondta, hogy gyakran sétál a korábban a családhoz tartozó Sömbrunni kastélyban, ahol még kisiskolásként meg is nézte, hogy melyik szoba lenne az övé, ha a birodalom még mindig fennállna. Elmondása szerint a család még mindig aktív, mint egy 600 taggal bír, akiknek van egy WhatsApp csoportjuk is, és mivel a mi, világ minden táján élnek rokonai, lényegében bárhol is jár, mindig van hely, ahol megszállhat. Arról is beszélt a trónörökös, hogy a mai napig üléseznek hogy ülésedik évente az az 1430-ban alapított aranygyapjas lovagrend, amelynek minden tagja férfi és keresztény, köz, közéjük tartozik több államfő is, és a találkozásokon rendre megvitatják a világ legfontosabb kérdéseit. Egyfajta agytröztként működik, a Blur Károly szerint. Ferdinánd egyelőre autóversenyzőként igyekszik egyre sikeresebb lenni, ám készül arra is, hogy idővel ő vegye át a család irányítását. Ajánlom figyelmükbe a hetek aktuális lapszámát is, amelyben most megemlékezünk a napokban elhunyt világhírű tévés személyiségről, prédikátorról, Pet Robertsonról, valamint olvashatnak a parlament elé kerülő státusz törvény kérdéses elemeiről is. De írtunk a Washington teljesen maga alá gyűrő transzideológiáról, és az Európai Unió migráns kvóta körüli viharairól is. A lapot kérje az újságárosító helyeken, vagy rendelje meg hozzáférését online a hetek.hu per előfizetés oldalon. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornára, és állítsák be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretnék támogatni további podcastjeink elkészültét, ezt is megtehetik, a videó alatti sávban található köszönetgomb megnyomásával egy tetszőleges összeget kiválasztva. Köszönünk előre is minden felajánlást! Vigyázzanak magukra!